Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Üdvözlök mindenkit! Nagyon sok szeretettel, ez itt a Doperatív. Benne a törzsfeje Laci király, a guru, akiben csalódni fogsz. Ha még nem tetted volna, mindenféleképpen iratkozz fel az Igazi Dobmen TV YouTube csatornájára, lájkold, illetve diszlájkold annak a tartalmait, ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra, és oszd is meg a tartalmakat. Kommentelj is! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz, ugye ez a fő címdalunk, és ez is fenn van a YouTube-on, az a címe, hogy lejárt lemez, hallgasd meg, ha még nem hallottad volna. Ne felejtsétek el, hogy már elindult hódító útjára egy magyar termék, amit saját magam fejlesztettem ki, találtam ki az ízét, és alakítottuk ki a dizájnját. Ez nem más, mint a Zenergy. Egy dobozba zárt zen. Ajánlom mindenkinek nagyon sok szeretettel. Rendelhető a www.zenerge.hu oldalról, illetve ott van egy olyan aloldal is, ahol megtaláljátok, hogy hol kapható ez az üdítő. Köszönöm, hogyha támogatok benne, persze ezt csak akkor tegyétek, hogyha ízlik, mert ha nem, akkor ne fogyasszátok, nyilvánvaló. Szóval ne felejtsétek el, www.zenerge.hu. Továbbra is üzemel a dopshop, www.dopeshop.hu. Ott vannak az ársapkák, a domvétópólók, amik most ugyan átmenetileg talán nem olyan népszerűek, de majd mikor megnyitnak a akkumulátorgyárak, és megérkeznek a dolgozóknak az első havi 750, meg 650, meg 1 milliós nettók, 8 általános iskolával, akkor majd megint nagyon népszerű lesz a vétó, úgyhogy aki akarja, az már most begyűjtheti arra az időre a pólóját, meg a bögréjét, és akkor majd kocinthat a mesterrel, amikor majd megint kiderül, hogy igaza volt. Majd erről is lesz szó a későbbiekben. Aztán kövessetek már be, ha lehet, a Instagramon, a Twitteren, fönn vagyok a TikTokon, illetve majd különbejáratú Dobviber mafiám is, ahol remekül el van egymással a brigád, úgyhogy csatlakozzatok hozzájuk, és nagyon jó kis beszélgetések mennek. Időnként én is beszállok, és moderálni meg csak akkor szoktam, hogyha véletlenül valamilyen formában elharapódzik a sztori. Amit még akartam mondani, hogy természetesen képzeljétek el, itt észre se vettem, és majdnem készen van az új dobmellemez. Már csak az a kérdés, hogy mikor fogom megkeverni, illetve kiadni. Természetesen még készülnek dalok. Curtis-től várom a verzét, aztán a Fischer Norbival, akivel a Nagy Ferós Nótát csináltuk, ő is fog jönni a lemezre, meg lesznek még vendégek, és hogyha minden úgy alakul, képzeljétek el, találtam egy fiatal, tehetséges arcot, akiben megláttam valamit, most tesztelgetjük egymást, úgyhogy ki fog derülni, lehet, hogy megint előrukkolok valami talentummal, aztán remélem most ezúttal nem veszem össze vele, vagy nem akasztjuk össze a bajszunkat. Na, szóval a Dre üzemmódba is bele vagyok kapcsolódva. És ami még lényeges, hát örülnék neki, hogyha közölnétek velem, hogy szeretnétek-e Dharma este részt venni, vagy vacsora est, vagy pedig másfajta előadás formájában. Én tervezem azt, hogy ezt színpadra állítsam, illetve a zenélés is nagyon fasz a megint, most már nagyon jól összeállt a zenekar, és ezúton puszilom is a csörögi önkormányzatot, a polgármester urat, és az egész brigádot, illetve a csörege funk fesztivált, mert nagyon faja volt tegnap a buli, és marha jól éreztem magam, és köszönjük a vendéglátást, meg minden szépet, jót, és a csörögefánk, amit elhoztunk, az most már elfogyott az utolsó darabig,
és a kis húgom Fruzsi is kapott belőle, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, szuper volt. Tényleg mindent köszönünk. Ez a videó pedig hát valamilyen módon kötődik a pénteki eseményhez, de aztán azon kicsit túlmutatnak a következtetései, és azt is gondolom, hogy mindenféleképpen megosztásra, gondolatkeltésre és megbeszélésre okot adó tartalmat rejt majd magában, hát bízom benne. Ugye nagyon sok minden felvetődik itt ebben a világhelyzetben, amit sokan sok felől megfogalmaznak, és hát nyilván nekem is van valamilyen véleményem ezzel kapcsolatban, ami hát megint valami fajta megosztást fog eredményezni, de hát ez a guru sorsa, ki nem hajlandó felszívódni az űrbe, hanem ilyen mindenféle dolgokkal köti magát ide az univerzumhoz, hogy továbbra is vagy fényt hozzon, vagy szórakoztasson, legyen az önmaga, vagy mások, akik szintén önmaga által kreálódnak meg a tudatában. Szóval itt együtt filmezünk, meg különben mi egyek vagyunk, ezért nem is nagyon van értelme haragudni a másikra, hiszen a tér az nem elválaszt minket, gyerekek, az csak összeköt. Szóval egymás nélkül ez a világ úgy, ahogy van, nem létezne. Úgyhogy a mai témánk az tulajdonképpen az, hogy kelet vagy nyugat, vagy kelet és nyugat. Hát ez sokak számára egy dilemma, számomra nem egyébként, mivel én jó értelembe vett globalista vagyok, tehát globálisan látom a dolgokat. Nem hiszek a dolgok szeletelésében, hiszek abban, hogy minden az egyfelé tart, és az egyben fog összeolvadni. Csak hát nem mindegy, hogy az egybe terelés az erőszakos módon történik-e meg, vagy pedig fölajánlás alapján békés úton és módon van. Minden esetre pénteken megtörtént a béke mellett való kiállás. Ez a rendezvény, amit az Ábrahám Robi szervezett, és részt vett rajta a Lentulai Krisztián, Jeszenszki Zsolt, a Lukács Adorján, a dr. Gödény Gyuri, és a Cutor Zoli nem vett részt rajta, mert lemondta, meg voltak rá az okai, számára érthetőek ez a lényeg, úgyhogy ő nem volt ott, én ezt nagyon sajnálom, hiszen mindannyian szeretettel vártuk, és azt hiszem, hogy az ő véleménye is, hogy az a megvilágítás is egy fontos szemszög lett volna, de én nekem elmondta az indokait, én ezt megértettem, úgyhogy ez van. És hát nem volt túl nagy hírverésünk, illetve nem is volt különböző forrás erre, sem mikroadomány, sem kormánypénz, sem soros ösztöndíj, sem amerikai dollár, tehát nem volt erre semmi. Ez így a Robi zsebéből gurult ki ez a forint mennyiség, meg a Lukács Adorjánéból, amiből ez összeállt ez a rendezvény. Jó magam a PR marketinget segítettem, illetve hát számomra őszintén szóval akkor lett igazán fontos és szimpatikus ez a rendezvény, mikor észrevettem, hogy ezt senki semmilyen módon nem támogatja, tehát hogy ez egy ilyen igazi törekvés a békére, illetve egy kiállás, egy demonstráció a béke mellett. Őszintén meglepődtem, hogy mennyien eljöttetek. Tulajdonképpen tele lett a Kossuth tér, a nem túl széles körű tájékoztatás ellenére, olyan 1000-1200-1500-an is ott lehettetek, úgyhogy ez nagyon büszkévé tesz engem, és aminek nagyon örülök, hiszen láttam a elkészült anyagokat, ugye a kormánynak a sajtója nem volt jelen, illetve hát az úgynevezett jobboldali sajtó nem volt jelen, a Telex és a 4444 az képviseltette magát, illetve a Blikka szinte egyből megírta, hogy teltházas Kossuth tér volt, aztán utána a Telex az hát némi delay-jel azért próbáltak dolgozni az anyagon, hogy valamilyen módon ugye részrehajló cuccot lehessen belőle összehozni,
Ennek ellenére egy viszonylagosan korrekt tájékoztatást nyújtottak a dologról, úgyhogy ezúton pacsi nekik. Hát ők ugye azért némi delay-jel hozták le a cuccot, és aztán a 444 az pedig, hát az vágta. Az vágta, vagy 2 napig, 2-3 napig, vagy még 2 napig biztos, mire sikerült összetenniük belőle egy anyagot. Egy biztos, az én interjúimból túl sokat nem vágtak be, hát ezt gondolhatjátok, hogy nem véletlen. Tehát jó magam megtanultam már úgy nyilatkozni, olyan összefüggő mondatokat használni, amiket egy bizonyos szempontból szerkesztő, riporter nem képes úgy vágni, hogy azokat olyan módon fordítsa, hogy a véleményemet eltorzítsa, vagy olyan ruhába öltöztesse, amilyen nem való rá. Márpedig ugye minél később vágnak össze egy anyagot, ugye annál inkább az a szándék, hogy dolgozzanak rajta, de én ezt is megértem, és köszönjük szépen legalább azt a sajtó nyilvánosságot, amit a úgynevezett idézőjelbe vett, persze nem baloldali sajtó lehozott az ügyről, tehát ez is számít rengeteget. Sajnos a rendezvényről teljes hosszúságú felvétel nem készült, de ami van belőle, az fönn van a csatornámon, illetve megtalálható a Telex és a 444-nek a oldalain, és akkor ott vissza tudjátok nézni. Nyilván nem ez a teljes kép, amilyen a rendezvény volt, de aki ott volt, az tudja, milyen volt, és azt gondolom, hogyha szándékában áll, akkor tovább is adja a hírét, és terjeszti, hogy volt egy ilyen rendezvény, ami kormánytól és ellenzéktől függetlenül a béke mellett állt ki, és a békért demonstrált, nem tüntetett, hanem demonstrált, és megszólaltak különböző vélemények, centrista vélemények, kormányoldali vélemények, ellenzéki vélemények. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó, és aminek nagyon örültem, és ezúton üdvözlöm és csókolom a közönséget. Sokatokkal személyesen találkoztam, és rendkívül boldoggá tett az, hogy semmilyen szemellenzős formában nem ütköztem bele. Tehát kellőképpen nyitott embereket láttam, nem láttam elvakult hörgőbörgőket egyik oldalról és irányról sem. Nagyon nyitott, tiszta szemű, tiszta tudatú, jó értelembe vett, intelligens, kellemes emberek voltak ott egytől egyig. És ez hiába volt mondjuk egy 100 000-es tüntetéshez képest maroknyi a közönség, ennek ellenére engem nagyon megnyugtatott az, hogy ennyi szuper jó fej, szimpatikus ember van, aki hajlandó legalább egy esélyt adni egyfajta olyan gondolkodásnak, ami annak látja a dolgokat, amik. Mert itt a legnagyobb baj, hogy a háború az most éppen az orosz-ukrán fronton manifesztálódik, de valamilyen indoknál fogva ez a háború már sokkal előbb kezdődik el, és ez ennek a helyszíne, ahol ez a háború kialakul és kibontakozik, az nem más, mint az emberi tudat, és az emberi tudatokban a egóra bomlott, nagy, hatalmas, isteni tudatban, ami egókra van bomolva és megszemélyesíti ezeket a lényeket. A lényekben van vihar, káosz, harag és félelem, amit egymás ellen fordítanak, és hát ezzel valamit csinálni kell, és ez egy öröm, ez egy pislákoló fény, egy lámpácska abba a sötét szürke viharba, amiben most belekerült a világunk. Egyébként ez egy ciklikus történés, tehát ilyen időről időre megtörténik, mindig kialakulnak ilyen viharok, és a elmúlt 100 évben sajnos több ilyen is volt, úgyhogy nem ez az első eset, és valószínűleg nem is ez az utolsó, és az olvasott és írt történelem mindig is tudósított arról, hogy ilyen helyzetek kialakultak a világban. Mondhatnám azt is, hogy például, hogy kiborítanának ezek a kommentek. Hát nagyon érdekes egyébként. Itt megosztottam videót az eseményről, és
Ugye hát egyből megjelentek azok, akik így komment szekcióban szoktak irkálni és vélemény nyilvánítani. És nyilván borzalmas fájdalom van a szívükbe és a lelkükbe, és azt gondolják, hogy az én helyzetem az sokkal kellemesebb és előnyösebb, mint az övék. Ezt legfőbbképp azért gondolják, mert azt hiszik, hogy a véleményem miatt az Orbánék pénzelnek engem, és emiatt én egy olyan gazdasági jólétben vagyok, ami problémamentesíti az életemet. Megnyugtatok mindenkit, nem problémamentes az életem. Hát az elmúlt fél évben ugye meghalt az apukám, a húgomnak ugye ilyen kiugró problémája volt utána a söntjével, tehát a húgom fogyatékkal él, anyukám egyedül maradt, tehát van nekem megoldani való problémám. Egyébként üzleti vállalkozásokat vezetek, azon túl, hogy közszereplek, meg zenélek, tehát saját tőkémből, saját eszemből, az engem körülvevők tehetségéből és eszéből, amit összerakunk, abból igyekezzünk megoldani ezeket a nehéz hétköznapokat, és tesszük ezt vidáman, mosolyogva, hol nehezebb, hol könnyebb, de működik az élet, talán pont azért, mert a megfelelő dologra koncentrálunk, és nem feltétlenül arra, hogy a másikkal gyűlölködjek. De megértem, hogyha valaki haraggal és dűvel van az irányomban, teljesen természetes. Tehát a bölcs az hallgat, mert tudja jól, hogy az én paradicsom az a te pokol, és amikor egy mondás kinyilvánítatik, akkor sajnos véleményeket szül, vagy nem sajnos, ez a dolgok természete, és mindig lesz valaki, akinek valami nem fog tetszeni, mert annak, ha valakinek saját magába valami nem tetszik, és ezért haragudni fog, mert sokkal könnyebb másokra haragudni, mint mondjuk saját magunkban söpörgetni, de hát mondom, ezzel nincs gond, ez nekem egy hatalmas tanítás, és tényleg nagyon köszönöm mindenkinek, aki negatív kommentet ír nekem, ugyanis nagyon nagy tanítóim vagytok, és próbára kell tennem magam abban a tükörben, amit tartotok. Nem olyan szempontból, hogy megérintene az igazságotok, vagy amit elképzeltek rólam, mert attól a vérnyomásom nem emelkedik meg, hanem igazából inkább azt, hogy a bennem szunnyadó fenevadat ne hagyjam felébredni. És ezt tegyem úgy, hogy nem erőszakkal eltaposom, vagy belenyomom a feledés mocsarába, mert akkor úgyis föl kell, fölébred, és hatalmas pusztító erővel támad a világra, ami szintén én vagyok, hanem elsimogassam, tehát hogy együttérzésem legyen az irányotokban, hogy megértsem a haragotokat, amit generálok, és hogy át tudjam érezni a fájdalmatokat. És mint látjátok, senkit nem is mocskolok, senkit nem becsmérlek. Aki ismer régóta, tudja, hogy hogy voltam képes reagálni az igazságérzetemet sértő vagy piszkáló megnyilvánulásokra. Láthatjátok azt, hogy teljesen másféleképpen állok ezekhez a kérdésekhez. Nyilván nem vesztettem el a szarkazmusomat, meg a humoromat, tehát ez itt van, ez az életem része. És ez köt ide. Tehát ettől tudok én segíteni nektek bármilyen módon is. De még egyszer mondom, hogyha gondmentesnek, vagy lazának látjátok az életemet, és vidámabbnak, mint a tiétek, az nem azért van, mert az Orbán Viktor küldi hetente azt a kádnyi pénzt, meg a Szijjártó utána másik héten meg hozza egy táskával. Tudom, hogy ettől nagyon kivagytok, de megnyugtatok mindenkit, csak hülyéskedtem. Tehát még nincs ilyen, de ha sokat szítok, meg még olyan nagy elánnal kívánjátok a bukásomat, az is meg lesz előbb-utóbb. Ezt mondjuk, tehát a könyörgöm, kívánjátok nekem a Fidesz pénzt, előbb-utóbb meg fog érkezni, de megígérem, hogyha megkapom, megosztom veletek valamilyen formába, tehát próbálok majd olyan dolgok irányába létrehozni dolgokat, amik
segíthetik másoknak is a felemelkedését. Egyelőre még nem érkezett meg ez a pénz, de ha így folytatjátok tovább, akkor természetesen már úton lesz. Tehát előbb-utóbb csak berugdostok egy pozícióba, amit nekem képzeltek. Bár én nem várom erre. Szóval én nem a anyagi biztonság, meg a gazdagság miatt vagyok gondtalan, meg jókedvű, hanem egész egyszerűen másképp nézek az életre, mint mások. És ez nem jelenti azt, hogy én több lennék, okosabb, szebb, vagy bármi más. Ez csak egy készség, ami mindannyiótoknak a rendelkezésére áll, hogy meglássátok az életet annak, ami, és megértsétek az összefüggéseket, az egymásra utaltságokat, a helyzetek kialakulásának összetettségét, és az összetettségében a szerepeteket. És azt, hogy tulajdonképpen a helyzet mindig úgy alakul, ahogy ti szeretnétek, és az életből azt veszitek ki, amit ki szeretnétek venni, mert ti magatok vagytok az élet. Hát én ezt így nagyjából megértettem, és képzeljétek el, ezért van az, hogyha beteg vagyok, akkor nem a sorsot átkozom, ha másnapos vagyok, akkor nem a családomra haragszom, hogy hozzám szóltak, mikor még szívem szerint a másik oldalamra feküdnék. Ha pofont kapok bunyó közben, akkor nem leszek mérges az ellenfélre. Tulajdonképpen attól se leszek mérges, hogy valaki másképp gondolkodik dolgokkal kapcsolatban, mint én, és az se zavar, hogy nem tetszik, amit képviselek. Ezzel sincs semmi gond. Hát ez mindig így volt, tehát aki megnyilvánul, az ezzel jár. Sőt, őszinte vagyok, kérem is, hogy szidjatok. Tehát szívetek joga szídni engem, igazatok van. Amíg nem tudok úgy fogalmazni, hogy ne váltsam ki azt a fajta szerető kedvességet, amit én igyekszem táplálni a világ iránt, addig valamit nem jól csinálok, tehát megérdemlem a szidalmat, megérdemlem a karót az ellenőrzőbe, de törekszem, és ezért újra meg újra generálom a helyzeteket, ahol újra próbálkozhatunk. Tehát újra tudjuk kezdeni, megpróbálok én is másképp fogalmazni kicsit, ti is, hát ha másképp álltok hozzá, most itt a negatív kommentelőkre gondolok, csak hogyha megnézitek ezeket a kommenteket, akkor őszintén szólva miért csodálkoztok rajta, hogy háború van? Ezt őszintén kérdezem. Na most, ugye ezért volt is ma az volt a kérdés az ATV-n a Napló című műsorban, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben daganatos betegségben. És akkor, ha belegondoltok, és megnézitek csak a komment szekciókat, hát ilyen energiafelhőbe, csoda, hogy az ország nem hal ki rákba. Ez az igazság. Tehát azt tudni kell, hogy a rák az az, amikor olyan energiákat generálsz, vagy olyan energiákban vagy, amiknek a hatására a szervezetet saját maga ellen fordul. Ez, erre nagyon érdemes odafigyelni. És ugye ez is fontos, ez az egész comment story, nem én miattam, hogy az én érzékeny lelkem mit fog ezekhez szólni, mert őszintén szóval hadd jöjjön ki belőlem egy kicsit a gangster rapper, egy öltés nem baszik nekem, hogy ki mit ír rólam, meg hogy mit gondolnak, hogy uzsorás butha vagyok, mert van www.opitel.hu, meg hogy az üdítőt csinálom, és ez miatt ki vannak, hogy már milliárdosnak gondolnak, mikor még csak a melón van benne, vagy mert azt hiszik, hogy az Orbán a jó barátom, és kitöbbi a kabátom, érted? Tehát mindenki a zsebembe turkál igazából. Tehát mindenki szeretné azt, amit a zsebembe képzel. Ez a legviccesebb. Nyugodjatok meg, nincs, az még nincs ott a zsebemben. Ott lesz, szólni fogok. Tényleg, komolyan mondom. Csak hát az a baj, hogy én egy elég független, autonóm létező vagyok, és ha akarok, kritizálok, ha akarok, dicsérek, ha akarok, tanácsot adok, ha akarok, nem, és ezeket nem szokták tömni. De még eljöhet. És ki is tudnak úgy tömni, hogy csak dicsérek. Hát, hogyha úgy van, gyerekek, semmi gond, de szídni nem fogok minden áron. Tehát, hogyha azt várjátok, hogy bevágódjak nálatok azzal, hogy szídok valakit, hát nem fogok. Sőt, lehet, hogy nem fogok szídni senkit. Miért kéne? Érted? Azt csinálok, amit én szeretnék. Aztán,
Ha én jól érzem magamtól le, akkor az működőképes az a dolog nekem. De ez itt a tanulság, mert ugye a kelet meg a nyugat, ez a kérdés, amit többek között például a Puzsé Róbert is sokat feszeget, meg fejteget, hogy a, ugye volt egy beszéde pénteken is, a háború egyéves évfordulóján, ugyanakkor csak egy másik helyszínen, ugye ahol a kommunizmustól való megszabadulástra hívta fel a figyelmet, és hogy Oroszországon keresztül visszajön a kommunizmus, és Ukrajna meg elhárítja a kommunizmust, meg hogy a nyugat felől jön a szabadság. Most nem a Robit akarom bántani, félre ne értsetek, csak ő egy ilyen alapvetést ugye megfogalmaz, ami így a kelet meg a nyugat között egy ilyen különbséget tesz. Ezt egyébként a kedvelt tanárom, a Farkas Attila Márton is ugye sokat nyilvánul meg most a nyugat pártján, és ez is a szíve joga, tehát nincs ezzel semmi probléma, és ilyen előjönnek ilyen indoklásokkal, de ezek egyrészt sántítanak is, másrészt kicsit képmutatóak is, de megérthető az érzelmi állapotnak a fényében, amiben vannak, mert ugye az emberek félnek, és azt hiszik, hogy akkor kerülnek biztonságba, hogyha valamilyen oldalt választanak ebbe a kérdésbe. Pedig akármelyik oldalt választják, túl jót nem tudnak választani ezzel kapcsolatban. Hát, sokat beszéltünk már arról, hogy az én véleményem szerint egy ilyen megkomponált nagy politikai játék folyik, amiben az egész elit benne van, és ezt együtt játsszák, de bármikor kisiklik a vonat, érted, hogyha valamelyik emberi tényező valamelyik oldalon ugye begurul, vagy begőzöl, és akkor el is ülhet másképp a történet. Tehát még sokkal nagyobb károkat okozva, így is elég nagy károkat okoz a közönség számára. Tehát akik kapják a cirkuszt, meg a vért, a kenyeret most kevésbé, és akik itt ilyen hőzöngő szájjal, meg üvöltözve, őrjöngve hozsannáznak épp valamiért, vagy agitálnak, hát ők az áldozatai ennek a játéknak. Ez a legszebb, szóval, mint ahogy a Covid-ban már az összeesküvés jellegét kezdték megérteni az emberek, most úgy látszik a háborúban nem veszik észre az összeesküvés jellegét a dolgoknak. Tehát most nehogy azt higgye valaki, hogy azért, mert egy vezérfigura elbukik, az azt jelenti, hogy maga a játék bukik el. Hát, hogyha a sakkot valaki ismeri, a király, akit le kell győzni, a vezér, az tulajdonképpen a leggyengébb játékos az egész pályán. És ugye ki a legerősebb? A királynő. Tehát ugye a jó sakkozó az tudja, hogy nem azt kell figyelni, aki a vezér, hanem az, hogy kisúttog a fülébe. Tehát ez például egy fontos hadi tudás például egy hadvezérnek, hogy tudja, hogy ki az, aki igazából mozgatja a szálakat. Na, de ugye azért is hoztam fel a Puzsérnek a beszédét, mert ugye itt állandóan a nyugat, a morál, az etika, az erkölcs, a jó értelembe vett jó ember, vagy ne, hát ez a jó emberség, ugye ez a nyugat, és a kelet az meg a barbárság, a elmaradottság, a mindenféleképpen elkerülendő dolog. Tehát ugye ez a szerepkör, amit így lejátszanak itt sokan. Na most a kommentek is azért voltak lényegesek számomra, meg azért érdekesek nagyon, mert ugye tök vicces, hogy kiállsz a béke mellett, ami egy nagyon fontos kérdés szerintem. Tehát továbbra is azt gondolom, hogy a békekötés az a történés, vagy az a lehetőség, ami a világnak a következő jelenét megszületi. Tehát minél inkább vadul el a helyzet, vadul el a verekedés, lesz egyre vérgőzösebb a történet, annál nehezebb lesz visszajönni belőle, hogyha pedig minél jobban belemegyünk, akkor egyre szörnyűbbek lesznek a következményei. Egyébként főleg azokra nézve lesz szörnyű a következménye, akik a leginkább kívánják, hogy ez történjen. Ez nagyon érdekes, de ez szinte törvényszerűen így szokott alakulni, és így fog most is alakulni. És ami nekem nagyon tanulságos az az, hogy itt a
ugye az etika, az erkölcs, a morál mentén felsorolkozó idézőjelbe vett nyugat. És itt mondom, itt a nyugat is csak idézőjelbe van véve, ennek a pártján állók, hogy milyen ördögi energiákat képesek elszabadítani egy olyan dologgal kapcsolatban, ami mondjuk arról szól, hogy legyen béke. Tehát, hogy most ez rezonál-e az Orbánnak a beszédébe, évértékelőjébe előadott üzenetébe, ez egy kérdés, meg hogy most az Orbán mit mond és mit csinál, tudjuk most éppen a fegyverszállításokra egyeztetnek, Brüsszelbe írja az átlátszó, és most, hogyha micsoda valami nagy lepellerántás lett volna, mit gondol, eddig nem egyeztettek? Tehát ki az a hülye, aki nem tudja, hogy az Orbánék egyeztetnek a fegyverszállításokról, mivel NATO tagok vagyunk, meg EU-s tagok vagyunk, ezért az összes olyan tanácskozáson, ahol fegyverszállításokról beszélnek, meg egyeztetnek, meg szankciókról beszélnek és egyeztetnek, az Orbánék is ott vannak. Az meg egy más kérdés, hogy megfogalmazzák, hogy nekik ez a történés nem tetszik. Még az is egy más kérdés, hogy esetlegesen megfogalmaznak egy olyat, hogy amihez ők is adják a nevüket, vagy az igenjüket valamilyen oknál fogva, megfogalmazzák, hogy ők ezt igazából nem szeretnék csinálni. Az meg egy más történet, hogy adott esetben nincsen holtjátékuk, vagy befolyásuk ahhoz, hogy ezt ennél többet tegyenek ez ügybe. Tehát azért mondom, hogy ez a megmozdulás, ez nem az Orbán pártján volt, és nem is az Orbánért volt, hanem a béke mellett volt, nem az oroszok ellen, nem az ukránok pártján, nem az oroszok pártján, nem az ukránok ellen, nem a NATO ellen, nem semmi. Ez egy dologért volt, hogy az emberek tudják levegőt beszívni az orrukon, és kifújni a jövőben is megfelelő mennyiségűt. És lehetőleg táplálékba is jusson nekik, és a gyerekeiket is lássák. Ne lője le őket egy kóbor rakéta, ugye, mert azért olyanra is volt már példa, hogy valahogy Lengyelország fele bement egy rakéta. Na most ilyen Magyarország esetében is megtörtént, ez a legkevesebb, de háború is eszkalálódhat. Itt a kommenteket figyelem, nagyon sok érdekes kérdést hoztak föl, ami érdekes számomra, és boncolgatni való. De hát ugye mondom még egyszer, tehát, hogy ezek a kultúrpárti, ezek az elfogadó emberek, akik életre halára harcolnak a LMBTQI jogokért, meg a békért, meg a fegyverletételekért, meg a zöld politika mentén, de közben akkumulátorgyárakkal szemben, meg stb. Tehát ma se tudják, mi ellen harcolnak. Egyre inkább fasizálódnak, mint mondani valójukban, tehát erre például tökéletes példa Puzsér Robert, észre se veszi szerintem, hogy milyen folyamaton megy keresztül. Szóval ezek ilyen vérgőzös arcok. És ez nekem nagyon fura, hogy amikor azt mondod, hogy békét akarsz, és szóval tök érdekes, hogy van egy nagy közeg, aki nem tudja elképzelni, hogy ez nem az Orbánról szól. Tehát, hogy azért az Orbán is azt mondja, vagy hogy az Orbán azt mondja, hogy béke legyen, akkor az rossz. És ez érdekes számomra. Tehát, hogy egy pragmatikus vezető, aki egy ilyen kislakosság számmal bíró országot vezet, és hát valljuk be, hogy mind befolyását illetően, mind lehetőséget illetően korlátozott lehetőségekkel bír, hát nyilvánvaló, hogy a békér kell, hogy kiálljon és harcoljon. Ez teljesen természetes, hiszen az országának ez a legműködőképesebb keret. Tehát egy hadigazdaság, meg hadigazdálkodás, meg egy háborús életforma Magyarország számára a legalapvetőbb szinten sem működőképes. Tehát, hogyha most ebbe együtt rezgünk, az egy dolog, de én azt gondolom, hogy minden baloldalinak a Gyurcsányéknak, a Donát Annáiknak, az összes többinek, MSZP-nek, mindnek ugyanezt kell képviselni. Tehát ez a magyarok első számú érdeke, ha valamelyik párt a magyar érdeket szem előtt tartja, vagy csak az emberiség érdekét, vegyük le a címkéket, akkor a háború ellen fogalmazza meg magát.
és vallás filozófia alapon pedig tudjuk, hogy a háborúval nem lehet békét teremteni, csak egy újabb bosszút, egy újabb háborút, egy újabb konfliktust. Tehát itt tök érdekes volt, és nagyon szép, hogy mikor például 444 próbálta, vagy a Telex próbálta kérdezgetni a közönséget a pénteki rendezvényen, és akkor ugye arról volt szó, hogy mondták, hogy hát a Görgei is letette a fegyvert. Sokáig árulózták. De hatalmas hadseregeknek megmentette az életét. Tehát egy csomó katonának az életét megmentette, és azok haza tudtak menni, és át tudták ölelni a gyerekeiket, szüleiket, feleségüket, és volt egy újabb nap, és volt egy újabb lehetőség, ami elvezetett oda, hogy aztán megszületett a kiegyezés. És aztán utána történt az élet tovább. Tehát azért mondom, hogy itt gondolkodni kell, mert ugye arról beszélnek, hogy a 444-esek is, hogy, de hogy az ukránok adják meg magukat, meg adják föl a területeiket, meg stb. Hát egyrészt volt rá alkalmuk, hogy megfelelő pozícióból tárgyaljanak, akkor nem akartak tárgyalni, mert akkor éppen azt állították be, hogy elfoglalják Moszkvát. Aztán kifocizták magukat ebből a tárgyalói pozícióból, és még most sem akarnak tárgyalni. Tehát nyilvánvalóan nyúlik el a háború, és ennek egyre több áldozata lesz. És én azt mondanám egyébként az összes ilyen nagyszájúnak, aki most azt hiszi, hogy ukrán győzelem lesz a vége. Én annak a győzelem az csak a béke lehet mindkét fél számára. Tehát most ne a Putyinról, ne a Zelenszkiről, ne a Bidenről, ne az Orbánról, ne ilyen vezetőkről beszéljünk, hanem az emberekről. Tehát a vége az lenne jó kimenet, hogyha ezek a vezetők hallgatnának a szívükre, meg ugye az emberiség érdekét szem előtt tartva, abba hagynák ezt az egészet, és kidolgoznának egy olyan választ, amit nem fognak kidolgozni, mert itt fegyveripari lobbik, meg mindenféle üzleti érdekek rángatják ezt a történetet, és ezt le kell játszani ilyen módon. Mert az emberiség sajnos ezt tükrözi. Tehát ilyen rendszereket épít, ilyen egymást és önromboló rendszereket, amik a saját maguk lerombolásukból nyernek energiát arra, hogy utána újraépítsék ezt a megint önromboló folyamatot. Na szóval, és mivel ez egy ilyen folyamat, én majd csak annyit szeretnék, hogyha véletlen történik egy olyan, hogy a ukránok feje fölött majd megegyeznek, és ez ugye amerikai vezetéssel fog megtörténni, és abban marad majd a fegyverszállítás, és az Zelenszky megfelül egy luxus repülőre, és elrepül majd valami szigetre, és az ukránoktól meg elvesznek területeket, amiket majd megkapnak az oroszok, és hát ez úgy fog tudni megtörténni, hogy az amerikaiak megegyeznek az oroszokkal, és az ukránok feje fölött történik egy ilyen megegyezés, hogy már akkor emlékezzenek erre a hősi hozzáállásra, mivel a nyugat védi a nyugati demokráciát egy olyan jogállamba, ahol se ellenzéki párt nem lehet, se ellenzéki sajtó. Tehát ott nincs 444, meg nincs Telex, meg nincsen semmi ilyesmi, meg nincs véleményszabadság se, hanem azt lehet mondani, amit a Zelenszky mond. Ezt úgy üzenem a Telexes, meg a 444-es újságíróknak, akiknek tényleg az volt a velem folytatott beszélgetésük szempontjában az egyetlen szempont, hogy az Orbán. Tehát a béke kapcsán csak az volt, hogy az Orbán, és hogy az oroszokat hogy le kell győzni, és az Orbán. Tehát jó, oké, én értem ezt a csillagok háborúja hasonlatot, meg mindent, de nem értem, hogy a békéhez egyrészt hogy jön az Orbán, azon túl, hogy ő Magyarország miniszterelnöke. Tehát ez mindenkinek egy normális vágya, a béke. Kettő, ugye beszélnek itt egy tiszta háborúról, csak szeretném elmondani mindenkinek, aki ezt nézi, hogy ez nem a csillagok háborúja. Tehát ez nem az, hogy a lázadók harcolnak a birodalommal, és egy ilyen totális, fatális ellenállás van, hanem itt ezek így tárgyalgatnak, meg tájékoztatják egymást, hogy ki mikor hova repül, ki mikor hova lőjön, hova ne lőjön. Azért így fű alatt megveszik egymástól az energiaforrásokat, meg amit kell beszereznek, vagy ide adják el, azon keresztül vásárolják meg
akkor ide-oda lődöznek rakétákat, felrobbangatnak mindenféle csöveket, titkos játszmák folynak, szóval ez nem egy tiszta háború, és nem egy tiszta állapot, ez is mutatja az egésznek a természetét. Tehát az a nyugat, amiről ugye beszélünk, az tulajdonképpen nem azt a fajta nyugati viselkedést képviseli, amiről mondjuk a Puzsé Robert beszél, szabadságot. Mert ugye arról beszélt ő, hogy a szabadság mindig nyugatról jön. Ugye azt mondta Robi. Na hát a Robi az történelem tanár, hát én nem tudom, hogy jobban nem figyelt elég a történelem órán, biztos, hogy sokkal többet tud történelemre, mint én, de a magyaroknak a szabadság az nyugatról nem nagyon jött, mert ugye minket nyugatról és keletről is állandóan meg akartak hódítani, és le akartak verni. A nyugatról elsősorban a németek, meg az osztrákok folyamatosan, egyébként még 39-ben is jött, meg vagy 43-ban is jött tőlük a szabadság nyugat felől, a Wehrmachtnak a képviselő. A Wehrmacht hozta a szabadságot, 43-ban vagy 44-ben, meg az SS, azok voltak. Na most a keleti szempontból, tehát az oroszok is ugye tevékenykedtek, mint hódítók, elsősorban a szláv nyelvterület felé, tehát mint a balti államok, meg a lengyelek, de velünk például a problémáik azok mindig úgy voltak, tehát mi mindig akkor kaptuk meg az oroszokat, amikor a nyugat valahogy ideidézte őket nekünk. Tehát tatárokat kaptunk keletről, de azok nem az oroszok voltak, a tatárok azok az oroszokat is megfingatták, meg azok megfingattak volna mindenkit, hogyha az öreg Dzsingisz ott nem hal meg, és a Batunak nem kell visszamenni, akkor teljesen máshogy is alakul különben Magyarország történelme, meg talán Nyugat-Európa történelme is, tehát annyival lezúztak mindenkit, ellenállni nem lehetett neki. De szóval mi a nyugatról nekünk szabadság életünkben nem jött, sőt, hogyha valami jött, én nekem semmi bajom Szent István királlyal, tehát állammá szervezte Magyarországot, de a magyar szabadságot először nyugati formában a Szent István király ugye törte össze. Tehát a törzs szövetséget tulajdonképpen egy feudális magyar állammá szervezte, ami mondjuk úgy, hogy a Magyarországnak a fennmaradását biztosította, de hát nem olyan volt, mint az István a király, tehát egy nagyon kegyetlen aktus volt, aminek a folytán ugye bevezették ezt a dolgot, és nem is sikerült teljes mértékben véghez vinni. Ezért van az, hogy a Magyarországnak a vallásossága, tehát a magyar kereszténység, a magyar katolikusság, a magyar reformátusság igencsak felületes. És ezért lehet az, hogy ami emelkedett humanista, liberális és emberbarát, elfogadó barátaink, azok ilyen mocskos mód tudnak kommentelni, ha egy olyan dolog fölmerül, ami nem egyezik az ő véleményünkkel. Tehát akkor azért szeretném mondani, hogy az nagyon fontos, ugye, tehát a nyugat, a kultúra és a szabadság, és a kelet meg a barbárság. Szóval így a kommenteken keresztül szeretném megvilágítani, hogyha nyugati embernek, és az Orbán pedig barbárnak, vagy a békét barbárságnak tartod, akkor tulajdonképpen egy nyugati kultúra szerinti működő embernek, egy kultúrembernek, kultúrember módján kell magát megfogalmazni. Ez nagyon fontos, mert akkor vagy igazán nyugati. Ha megtanulsz nyugati, finom, cizellált nyelven beszélni, és az ellenérzésedet, vagy a másfajta véleményedet megfelelő módon ki fejezni, nem azzal, hogy mit olyan fideszegnyaló vagyok, meg lefizetett geci, meg napraforgó szemétállat, meg orosz szopó, meg Putyin geci, meg érted, most csak így mondom ezeket a dolgokat. Tehát akkor ezt nem így kell leírni, hanem valahogy úgy szépen érvekkel alátámasztva, úgy van érte, a nyugatiak állítólag úgy csinálják. Tehát aki nyugati, elfogadó, az azt is el tudja fogadni, hogy én például békét szeretnék. Ennyi. Mert én például elfogadó vagyok, tehát én annyira elfogadó vagyok, hogy én a ti szabad véleményetekért a végletekig elmegyek. Tehát, hogy szíthassatok engem, ez nagyon fontos. És ez senki nem veheti el tőletek, hogy szíthassatok engem, bármilyen okból is legyen az, szívetek joga, és aki ezt a jogot el akarja venni tőletek,
az egy szemét mocskos diktátor. És én annyira elfogadó vagyok, hogy elfogadom az ellenfogadást is. Tehát az igazi elfogadás, az elfogadja az ellenfogadást. Na most aranyosak ezek egyébként, ezek a nyugati megfejtések, így a szabadságot illetően. Tudjuk, ez itt a szabadság, a demokrácia, mondom, ott meg az elnyomás, meg a barbárság. És a... Szóval akkor most kicsit tisztázunk le valamit így a keletet és a nyugatot illetően. Szóval itt, mint ahogy a háború szakértők is, meg a mindenféle szakértők, meg emberek, mindenki ilyen nagyon nagy mellénnyel magyaráz olyan dolgokról, amikről hát a legritkább esetben van tapasztalata. Nagyon fontos a Buddhának az a tanítása, hogy leghátul kullognak a tanítások soráiban a szentírások, tehát a dogmák. Az a legutolsó, az a vége, oké? Okay? Utána jön a guru, akire fölnézel, hogy a nagyon okosakat mond, és elvarázsol téged, de még őt is kérdőjelezd meg, hiszen a legfontosabb, amivel tulajdonképpen információt tud szerezni valamiről, az a tapasztalat. Tehát a tapasztalati tudás. Magyarán az így jó hangzik, hogy mi itt beszélünk például, hogy Oroszország diktatúra, Ukrajna meg demokrácia. De egyikünk se volt igazából Oroszországban, se Ukrajnában, én jártam Ukrajnába, hát vannak róla tapasztalataim, lehet, hogy több, mint a többségnek. Én nagyon jó éreztem minden alkalommal, de az nem az az ország, ahol ti lakni szeretnétek, higgyétek el. Tehát a magyar komfortérzetnek az egy nagyon mostoha, mogorva és nehezen viselhető ország lenne. Hát és nem is túlzott a jogállam, és nem is demokrácia. És ezt már a határon való átkelésnél tapasztalod, mikor a magyar határon átmész az ukrán határa, ahol nem olyan kis kellemes Istvánok és Sándorok búcsúznak el tőled, kellemes jó napot, meg viszontlátásra köszönése, hanem ilyen tengerészgyalog a suhába, akár 47-esen mogorva katonák áldogálnak, bármikor félrehúznak, szétpakolnak. Tehát egy teljesen másfajta mentalitás dívik, és hát az egy zsivány ország. Tehát ez az igazság. Én a magyar lakta területen egész mélyen bementem, vagy ez már nem is annyira magyar lakta volt. Tehát van tapasztalatom, de Ukrajna mondjuk Nyugat-Európa, tehát hogyha ilyen Nyugat-Európa, akkor az mondjuk nem az, amiről ezek beszélnek, de hülyéskedek. Tehát a kelet alatt nyilván itt Ázsiát értjük meg el. Arab helyeket, meg minden. Hát nekem volt alkalmam járni keleten, Tájföldön, sőt, még Laoszban is voltam, a dzsungel közepén. Egyébként meglepődnétek, hogy ahhoz képest milyen faszán rendben van ott, meg hogy nem láttam 2 évesnél öregebb amerikai autókat, meg minden. Meg ugye jártam a arabok között is, tehát az Emirátusokban. Tehát ott is van a berendezkedések, meg mindenféle történet, de és van Nyugat-Európában is jártam, Amerikát azt bejártam keresztbe kasul, Nyugat-Európában is sok helyen jártam, sok országban, Angliában, azt annyira én nem élveztem, tehát annál szerintem Magyarország egy sokkal élhetőbb ország, voltam Olaszországban, ami számomra nagyon szimpatikus, Németország, Svájc, nagyon gazdag, de tőlem nagyon távol áll, de szóval én jártam mindenféle az országba, és úgy, vagy országba, világba, és úgy láttam és gyűjtöttem tapasztalatokat. Szóval az a baj, hogy az emberek többsége az így beszél mindenféle tapasztalatszerzés nélkül az általa fogyasztott sajtóorgánumok leírása alapján, és vannak azok is, akik ugye sikeremberek is elmennek, és kint megcsinálják magukat Nyugat-Európában, mint sztárok, világverő emberek, ülnek 8-an egy lakásba, és ott gyűjtik a fizetést, amit aztán hazautalnak, vagy éppen hazahoznak, és akkor itt kezdenek valamit belőle, mert ugye olyan körülmények között élnek nyugaton, hogy az alapvető életfeltételeik fenntartása után nem is nagyon tudják mire elkölteni, meg zsákolni kell, mert itt hol lehet belőle valamit csinálni. De ami a lényeg, persze vannak szupersztárok nyugaton, de azok nem írnak kommenteket,
mert azok általában ilyen nagyon menő orvosok, meg üzletemberek, meg ilyen nagyon magas végzettségű palik, akiket fölvesznek mindenféle komoly cégekhez, valóban sokat keresnek, és akkor hát ők nincsenek az elfoglalva, hogy a dopmenek megmondják, hogy nyugaton kolbászban van kerítés, de tudok olyat is mondani, hát nekem van ismerős, aki Svájcban gyógyszercégnél vezető, tehát kutatásvezető, nagyon okos fiú, országunk büszkesége lesz egyszer, biztos vagyok benne. Hát ő mesélte nekem, hogy figyelj Laci, én itt arra, hogy egyáltalán lakáshitelt vehessek föl, arra nincs esélyem. Tehát ez egy olyan ember, aki most 29 évesen toppállásban van, egy világvezető gyógyszercégnél Svájcban, és antibiotikumok fejlesztésében vesz részt. Tehát elképzelhetitek, hogy ott micsoda keresés van azzal a fokozattal. Én azért mondom, hogy, tehát, hogy csodák nincsenek, de szóval, hogy ugye szabadság, meg diktatúra, meg stb. Szóval, hogy tudjuk kb., hogy mi van a világban, ugye mivel a legtöbb helyre nem tudunk elmenni, ezért a művészeten keresztül tudunk szerezni információkat arról, hogy egy világban hogy élnek, vagy éppen aktuálisan mi történik egy országban, vagy egy közegben, vagy egy környezetben. Na most, ugye, hogyha nagyon figyeljük ugye az amerikai filmművészetet, a zenét, a nyugat-európai filmművészetet, a zenét, meg stb. Ugye vannak neki ilyen sarokpontjai, amikre emlékezünk, és tudjuk, hogy ott miket mutat be az alkotó, hogy milyen ott az élet. Hát ugye Amerikában megszületett a rap zene, a rock zene, a blues zene, Angliában a punk. Nézzétek meg a filmművészetet, tehát semmi másról nem szól a nyugat-európai és az amerikai popkultúra és művészet, mint a szenvedésről. Tehát így mi nekünk magyaroknak volt egy elképzelésünk arról, a Nyugat-Európában marcipán házikókban laknak az emberek, és akkor ott habzsidőzsi van reggeltől estig. Egyébként a habzsidőzsi állapot egy rendkívül egészségtelen állapot, és nem véletlenül szűnt meg Nyugat-Európában, mert felszámolta magát a habzsidőzsi, ami akkor se volt habzsidőzsi. De tulajdonképpen, ha megnézzük rendesen a nyugat-európai, amerikai művészetet, az az igazság, hogy szenvedéstörténetekkel van teli. Tehát, hogyha annyira minden fasza, és annyira minden jó, akkor gyerekek, miért erről szól a művészet? Tehát az az igazság, hogy a nyugati szabadság, meg demokrácia, mert ugye itt az van, hogy összekevertek valamit a szabadsággal, meg a demokráciával, meg azzal, hogy mennyire vagy szabad. A szabadság az attól függ, hogy te a döntéseidnek mennyire vagy tudatában, tehát a döntéseid következménye. Tehát mikor meghozol egy döntést, akkor mennyire vagy képes átlátni azt, hogy ez milyen hatással lesz az életedre. Minél inkább tudatában vagy annak, hogy a döntés egy láncolata mit hoz az életben, az a lényeg, hogy annál szabadabb ember vagy. A nyugat-európai ember nem szabadabb, semmivel se, mint a keleti ember, csak másképpen van elnyomva. Tehát a nyugat-európai ember az attól érzi szabadnak magát, hogy vannak mindenféle gépei, amik most már keleti embernek megvannak, és elvileg még azt mondhatja, amit akar. Meg hallgathat mindenféle zenéket, meg dagatra elheti magát, meg a bankba kap hitelt, és akkor ilyen adósként élhet egész életébe, fizeti az újabb leasinget, meg az újabb házat, tehát még egy nyugati ember, egy amerikai ember többségében, az egy magyarhoz képest, ahol magyaroknak házuk, lakásuk van, vagyontalan. Mert minden csak bérel, minden csak hitelbe van, hitelláncolatból hitelbe esik, és kész. Csak közben él egy ilyen információban gazdag,
tomboló fogyasztói társadalomban, amire azt hiszi, hogy szabadság. Mert felmérik pontosan az igényét, hogyha a fogyasztásban és az individualitása kiélésében a nyugati embert nem akadályozák, akkor ő tudják úgy irányítani, hogy a rendszer kifuthassa azokat a célokat, amiket szeretne. Hát ezt látjuk, tehát ez meg is történik. Ez például Puzsér meg a FAM is nagyon jól érzékelték közvetlen a háború kitörése előtt, meg még a Covid környékén remek ilyen műsorokat csináltak erről. Tehát ugye amiről beszél a Puzsér pénteken, hogy vigyázzunk az oroszokkal, mert amit kirúgtunk az ajtón, azt ne engedjük vissza az ablakon, ugye a Putyin formájába. Hát az a lényeg, hogy erre érdemes odafigyelni, csak közben arra is érdemes odafigyelni, hogy hátulról nyugat felől jön a kommunizmus. Tehát ugye most már azt nézed, hogy a tudatokat olyan irányba irányítják, hogy hoppá, bizonyos dolgokat már nem mondhatsz ki. Politikai korrektség címszóval folytatott cenzúra zajlik Nyugat-Európában. Hát tulajdonképpen jelen helyzetben a ismert művészeti alkotásoknak a 99,9%-a létre se jött volna, gyerekek. Tehát itt az a lényege, és azt hiszük, hogy ez egy ilyen kamukéró, mert nem kitaláció, ez van. Én közvetlen a saját Amerikában élő nagybátyámtól hallom ezt. Na most, ha valaki azt hiszi, hogy kap egy nagy hitelt egy nyugati bankba, az a szabadság. Meg hogy adott esetben beleül egy Porsche-ba, az a szabadság, meg hogy mondom, ehet, ihat, jól mulathat, addig, amíg lehet, meg amíg kiengedik a lakásba, mert ott is jön egy pillanat, amikor azt mondják, hogy ilyen rendelkezés van, és nem mész sehová, meg ha nem veszel maszkot, megbüntetnek, meg ha ezt mondod, bezárnak a börtön. Tehát azért ugye szépen megtörténnek ott is a megfelelő rendelkezések, csak mindig fel vannak öltöztetve egy megfelelő köntösbe. Tehát amit meg kell érteni, hogy itt is irányítanak, meg keleten is irányítanak. Mindenhol úgy irányítanak, ahogy téged lehet irányítani. Tehát ez meg van mérve, hogy hogy lehet irányítani az embereket. Mint ahogy ugye, hát nézd meg, hát az az igazság, ha te a jó ember vagy, a nyugati jó ember, aki az ukránokért harcol, és ő a fainságnak a ne továbbja, és a kereszténység, meg az etika, meg az erkölcs, meg a moralitás, és a gonosz oroszokkal szemben van, hogyha te ez az igazi jó ember vagy. A jó ember az hogy küldi el a kurva anyjába azt, aki a másikat nem ért egyet vele. Meg az miért mocskolódik, meg miért kívánja a halál faszára azt a jó ember. Hát a jó ember attól lesz jó ember, hogy semmilyen körülmények között nem viselkedik rossz ember módjára. És ez a fideszesekre, jobboldaliakra, oroszokra, a keletiekre is igaz. Tehát nem viselkedünk, ha mi jó emberek vagyunk, akkor nem viselkedünk rossz ember módjára. Ha rossz ember módjára viselkedünk, akkor ha jó emberek szeretnénk lenni, nem kötelező, tehát játszhatjuk azt is, hogy mind rosszak vagyunk, csak akkor mind rosszak vagyunk. Ha jó emberek szeretnénk lenni, akkor pedig azt mondjuk, hogy bassza meg, most rossz ember voltam, mert rossz dolgokat hagytam magamba elszabadulni. Tehát erről a legnagyobb tanítás, a Jedi Visszatér című filmnek a vége, ugye amikor a Luke Skywalker szembe találkozik újra édesapukájával, Darth Vaderrel, aki Darth Sidiousnak, a császárnak a tanítványa, és ott a Sidious szeme láttára megütköznek egymással. És ugye manipulálja a Vader a saját fiát azzal, hogy elmondja neki, hogy érzi, hogy van egy húga, és hogyha majd ő nem áll át a sötét oldalra, akkor majd átáll a húga. És erre a lukban felszabadul egy olyan destruktív energia, aminek a hatására a kardpárbajokban szinte legyőzhetetlennek számító Darth Vadert ugye egészen odáig üldözi, hogy a végén lecsapja a kezét, és kardjával együtt beleesik abba a szellőzőbe a keze, és ott van a kardja az apja nyakánál.
És a Darth Sidious, a sötét erő mestere érzi ezt a felébredő sötétséget a Luke Skywalkerbe, aki a Jedi lovagoknak, a jó embereknek az első számú reménysége, de ugye a sötét erőt hasznosítva győzte le a sötétet, érted? Levágta a kezét, tulajdonképpen a halál szélére sodorta. És akkor a Darth Sidious feláll, és mondja, hogy good, good, ez még megvan, nézzétek vissza, hogy jó, jó, jó. Most öld meg apádat, és foglald el a helyedet az oldalamon, mondja. Figyelitek? És akkor mit csinál a Luke Skywalker? A Jedi, a Buddha, a Jézus Krisztus rájön arra, hogy milyen energiák segítségével győzte le a másikat. Csak rakjátok át az analógiát erre a történetre, ami mozzajlik a világban. És mit mond a császárnak? Mint a jó ember, mint a megvilágosodott, mint a keresztény, mint a vallásos, mint a hívő ember. Azt mondja, hogy nem ölöm meg apám, akkor sem bármi történik, és eldobja a kardot. Annak a tudatában, hogyha nem öli meg az apját, meg a császárt, lehet, hogy egy percen belül az Endor bolygón a barátait fölrobbantja a birodalom. Tehát fogja és azt mondja, én ebbe a formában nem veszek részt. És elhajítja a kardot. És magát rábízza a történésre, a rezgésre. Tehát kibocsátja magából a lehető legmagasztosabb energiát, nem pusztítja el a saját apját azért, hogy a másik gonosz az örüljön. Mi történik? Ugye villám, szórás, minden, és akkor a véderbe kinyílik a jóság, és ő elvégzi azt, amit el kell végezni, és a fia tiszta energia marad. Tehát ő föl meghozza a totális fölajánlást, értitek? És az összes többi lázadó is megúszza. Mert ez elengedi. Tehát az a lényeg, ha hagyjátok a szívetek energiáját, és engeditek, mert azért nem engeditek, és azért szígyátok a másik embert, akármilyen oldalon vagytok, mert féltek, azt hiszitek, hogy ez a gyengeség. Én nagyon sokáig voltam harcos, mérges ember. Ilyen, mint akiket nézek így okoskodni, ilyen elvek fogjai. Azon röhögtem ezen az Ács Danin is, hogy ő neki az értékrendje, meg az elvei nem változnak. Hát ha ő egyszer a szabadság és a demokrácia harcosa volt, és az értékrendje, meg az elvei nem változnak, akkor nem csinálna propaganda riportokat. Olyan riportokat, amivel megpróbál bemocskolni valamit, ami egy tiszta szándék. Hogyha ő a tisztaság harcosa, csak ő már csak hiszi, hogy a tisztaság harcosa. Ezért mondtam, hogy az elvekhez való ragaszkodás, az eszméhez való ragaszkodás, az tulajdonképpen a szenvedés poklába vezet. Ezt mondta a Buddha. Értitek? A Luke Skywalker nem ragaszkodott hozzá, hogy legyőzze az apját. Eldobta a kardját, amit a Yoda mondott nekem birodalom visszavágva. Ne vidd be a kardodat, nem lesz jó semmire. Mikor mondta a Jodának, hogy egy nagy harcost keresek, és azt mondta a Joda, a harc az kit tesz nagyja? Az csak a gyűlöletkeltésnek a izéje. Tehát az a lényeg, hogyha ezt analógiába átültetitek a sztorira, akkor látjátok, hogy mire akarok kiukadni. Tehát itt olyan emberek, akik valóban emberi értékek mellett, vagy akár a rablásra, korrupcióval, nem ellen, hanem szemben, ez nagyon fontos, felléptek vagy felszólaltok, ezek szépen ilyen sötét, ilyen gollamokká kezdenek válni. Tehát például, ha te egy ilyen kommentelő vagy, aki így ideges, eleve gondolj bele, hogy miért vagy rám mérges, az Orbán, tehát ér ennyit az Orbán, beleképzelsz valamit, hogy én az Orbán na, valamilyen kapcsolatot ápolok, és ez számomra valamilyen előnyökkel jár. És ez miatt megőrülsz, és gollammá változol. És én nem haragszom rád, mert tudom, hogy gollam vagy most. De nem kell gollamnak maradnod, tehát nem leszel mindenáll, nem vagy örökké szmeágol. Nyugodtan, ezt bármikor eldobhatod azt a gyűrűt, érted? Bármikor, én mindenki sikerének örülök. Mindenki gazdagságának, mindenkinek, mert mindenkinek a saját sikereiért, a gazdagságáért meg kell fizetni előbb-utóbb azt a karmikus árat, ami azért a gazdagságért cserébe jár. Mert amit megszerzünk az életbe, azt tehát egyrészt nem is szerzünk meg semmit, a másik pedig az,
hogy megtartani se tudunk semmit, és itt energia, tehát egyensúly van, tehát ha kiveszek belőle, betenni is kell. Elkerülhetetlen. Tehát ezért nagyon fontos megnézni, hogy mit veszel ki belőle, mit teszel be, érted? És például nézem ezt a szegény Puzsért is, Isten lássa a lelkem, tudom, én vagyok a háromlágbú mungókutya, meg a mit tudom én. Eleve gondolj bele, hogy ez az, amikor minősítő tudatba lépsz, tehát bíróvá avanzsálsz, te azt hiszed, hogy bíró vagy, ott már fasizálódsz. Kis Hitler leszel. És hogyha megnézem, az a rémisztő, sokkal ijesztőbb, mint a Putyin, meg a Zelenszky, meg a Biden, meg az Orbán, meg az összes többi, ez a rengeteg kis Hitler. Szaladgálnak is Hitlerek. És úgy csinálnak, mintha nem lennének Hitlerek, mert ők éppen LMBTQ aktivistának vannak öltözve, vagy antifasisztának vannak öltözve, vagy éppen jobboldaliaknak vannak öltözve, vagy liberálisaknak vannak öltözve, kis Hitlerek, akik így mondják a másiknak, hogy te rohadék, te kormánypárti, te figyeld, ez szó, mint szómágia, nyomjuk a szavakat a másikra, és próbáljuk fölöltöztetni őt egy olyan ruhába, amit mi akarunk ráadni, de nem tudunk róla semmit, mert annyi energiát nem teszünk a dologba, hogy megismernénk, vagy kíváncsiak lennénk a véleményére. Értitek? Mert aki kíváncsi volt a mi véleményünkre, az oda jött a Kossuth térre, és meghallgat. Az esélyt adott annak, hogy meghallgassa. És ő nem ért vele egyet. Az is teljes jogú. Tehát ez lenne a nyugat. De nem ez van nyugaton. Tehát ezt tulajdonítják a nyugatnak, de nyugaton nem ez van. A nyugaton úgy vágnak át, meg úgy nyomnak el, ahogy a nyugati embert el tudják nyomni, és át tudják vágni. És a kelet, mert ugye azt mondja, hogy a kelet a barbár, meg a kelet a hú, az a szörnyű, meg a nyomor, meg a Észak-Korea, meg Kína, hogy ott a Kína, mindenki mondja, Kínában élnél, ahol ez van, meg csippet csinálnak, meg jó pontot, meg minden. Na most, tehát egyet értsünk meg. Nyugat-európai kultúra az a kelet nélkül, tehát a keleti kultúra nélkül nem is lenne. Tehát a mi kultúra, a világ kultúra alapja, az egész jelen pillanatban létező világ kultúra alapja, az a keleti kultúra. Az Indiába van ágyazva, Kínába, meg még Afrika, Észak-Afrikába, Egyiptomba. Itt alakult ki az emberi kultúra. Tehát, hogy emberi kultúra, struktúrák egyáltalán léteznek, és nyugat-európai kultúra kialakulhatott, ennek a keleti kultúra a táptalaja. Tehát egyrészt, mikor arról beszélünk, hogy nyugat vagy kelet, nincs ilyen, hogy nyugat vagy kelet, hanem nyugat és kelet van, mint ahogy bal és jobb van. Nincs a kettő egymás nélkül. Ahhoz, hogy bal tudjak mondani, ahhoz minimum a jobbnak a gondolatát ismernem kell. Mert hogyha balba gondolkozom, akkor jobb kell. Érted? Ha a háborúba, oroszba gondolkozom, ahhoz kell ukrán. Vagy kell a NATO. Nem megy a másik nélkül, gyerekek. Tehát ahhoz, hogy egy világhelyzetet nézhessek, vagy létezhessek, ahhoz, hogy szíthassam a dopement, ahhoz kell a dopement. Hát ha nem lesz dopement, ha meghal a dopement, kit fog szídni? Akkor keresni kell valaki mást, akit szítsz. Na most, ha belegondolsz, hogy neked az a telik az életed, hogy keresgéld az embereket, akik szídni lehet, hát bazeg, nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy egyrészt a keleti kultúra az emberiség bölcsője, meg az észak-afrikai. Enélkül semmi nem lenne. Semmi, ami itt most van. Plusz, egyet kell megérteni, és ez megint a tapasztalat. Keleten is úgy élnek az emberek, ahogy keleten az emberek élni akarnak. Tehát ti komolyan elhiszitek, azért, mert ti azt gondoljátok sokan, hogy a kínaiaknak milyen szörnyű Kínába élni a kínai körülmények között. Ti komolyan biztosak vagytok benne, hogy a kínaiak is így gondolják? Biztosak vagytok benne, hogy a kínaiaknak a kínai körülmények között nincsenek meg az olyan dolgok, amikbe ők szeretnek kínaiaként Kínába élni? Hát az, ami a számodra szörnyű,
Az nem biztos, hogy a kínainak az, mert a kínaiak az élnek úgy, mert ők kínai módon akarnak élni. Japánban az élnek úgy, mert japán módon akarnak élni. Hát aki demokráciáról beszél, és például Japán ide tartozik a nyugati világhoz, hát Japánban való élés, gyerekek, vagy Dél-Koreában, az egy európai számára kőkemény totalitárius diktatúra. Tehát ott nincs ilyen ám, hogy fáj a fejem, aztán megyek be dolgozni. Csak ott a multi a cég, a diktátor. Ott nem ugrabugrász, hogy az India? Hát az meg a totális szabadság, mert azt se tudják, hogy élsz-e vagy halsz. Tájföld? Figyelj, én voltam Tájföldön, nem láttam, hogy kevesebb dolgot lehetett volna kapni, mint itt. Meg volt a kis piszkos feelingje, szerethető, imádható a világ legjobb helye nekem. Csupa szegény embert láttam olyan vidáman mosolyogni, hogy öröm nézni. Jó, elmulatták az életet, érted? Tehát mindenhol az emberek úgy élnek, ahogy akarnak. Itt a forszírozással van gond. Hát Magyarországon nem véletlen nem volt és nem is lesz soha kemény diktatúra. Semmilyen fenyegetéssel ellentétben. Itt mindig csak akkor volt diktatúra, amikor meg voltunk szállva. Amikor saját magunkba éltünk, mi mindig ilyen lazán éltünk, mint a törzsszövetség, a hét vezérnek a törzsei. Együtt mentünk, bennünk van ez a feeling, ez a kis szabadság, érted? Nem a szabadság, ez az amerikai kamuszabadság, ahol a különböző szenátorok az ilyen-olyan lobbiknak az érdekében vannak a parlamentben, és azt hazudják, hogy mit csinál a szabadságban. Azt a rendőr rátszol, úgy állsz vigyázva, hogy öröm nézni, meg egykor kizavarnak a helyről, azt mehetsz haza lefeküdni. És az ugye, mert így volt 1970-ben is, meg 50-ben is. Meg ott is úgy elvittek, érted? Mert a FAM-nak is olvastam a kiírását, hogy hát, hogy a vietnámi háború ellen tüntettek a volt szocialista országok, és Amerikában is tüntettek, de az nem olyan tüntetés volt, meg hogy az a szabad tüntetés volt, ez meg nem szabad tüntetés. És akkor mit mondja a Mohamed Ali Amerikáról? Aki nem vonult be a vietnámi háborúba a hadseregbe, és ezzel elvették az összes izéjét, övét, és börtönbe akarták zárni, és csak azért nem zárták börtönbe Amerikában, mert olyan népszerű volt. Tehát például azért nem cseszték meg, mint ami engem nem csesztek meg a szoborfej miatt. Mert tudták, hogy milyen ismertségem volt, és nem akartak belőlem izét csinálni Mártint. Mindenhol megvan ez, gyerekek. Tehát az a lényeg, hogy akkor mi azt hiszitek, Amerikában szabadság van ilyen formán. Semmi. Mindenhol, hogy megy a manipuláció, a mahináció, mert egy olyan tévképzet van az elitnek a fejébe, hogy azt hiszi, hogyha ő birtokolja a hatalmat, meg a pénzt, akkor megúszik egy csomó dolgot. És ez csinálja ezt a háborút is. Tehát itt, mert ugye mindig arra megy, hogy Oroszország volt az agresszor. Lehet, ő volt az agresszor olyan szempontból, hogy most ő indította el a háborút. Most ő. De játszanak vele. Csinálják, szeretik. Együtt beszélnek, érted? Hogy most jövök, most ne lőjél. Afganisztánban, amikor bevonultak az amerikaiak, ki volt az agresszor? Irakban, amikor bementek az amerikaiak, ki volt az agresszor? Mert jó főcímeket írtak, hogy miért mennek be. Szóval itt az a lényeg, hogy itt az agresszivitás mindig akkor történik meg, amikor valaki bemegy. És akkor folytatódik, és csak jön a vendetta, 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 vendetta. De Osama Bin Ladent is kiképezte valaki. Meg valakinek Szaúd-Arábia is a partnere. Én nem tudom, például Ács Daniékat nem zavarja, hogy Amerika egyik legnagyobb partnere Szaúd-Arábia? Ahol egy rosszat szól egy nő, azt megkövezik az utcán nyilvánosan. Meg hogy Szaúd-Arábia meg fegyverzi a izéket, a iszlám államot, meg a terroristákat, az nem zavarja ezeket, mi? Csak itt Ukrajnában van egy tiszta képlet, hogy az oroszok az agresszorok, az ukránok a jó fiúk. Ti komolyan megharapjátok ezt, gyerekek. Mindenkinek piszkos a keze. És ez lezongorázott sztorik mennek, és ez nem kelet-nyugat, meg nem morál, meg nem etika, meg nem erkölcsnek a küzdelme, a gonosszal. Semmi. Ez egy teljesen minden morált, minden etikát, minden erkölcsöt, minden ilyet nélkülöző sztori.
Ezt kell megérteni. És a világ nem lesz sose csak nyugat, meg sose csak kelet. Mert például a nyugati világ rengeteg mindent használ most is, ami keletről jön, és ami keleti invenció, és keleti újítás. És a keletiek továbbfejlesztették a nyugati elgondolást, ami egyébként belőlük táplálkozva alakult ki. Tehát a világban a kelet és nyugat is van, és mind a kettő is van. És az a lényeg, hogy a szabadságot a szabad emberek fogják tudni előállítani. Nem az Orbán bukása fogja előállítani a szabadságot nektek, meg az Amerika kiszolgálása, meg a német vezetés ünneplése, meg a háborús hurrá optimizmus. Attól nem lesz szabadság. Hanem a szabadságot a szabad emberek fogják kiváltani. Szabadságot az olyan ember váltja ki, aki tisztában van a tetteinek a következményével. És hogyha nagyon sok ember él itt, aki tisztában van azzal például, hogy valakinek csúnyát ír, meg mond, akár meggondolatlanul, akár meggondolva, mert neki annyira fáj, hogy a másikat esetleg megbántja vele, vagy fájdalmat okoz neki, nem nekem, de bárki másnak, akkor, ha egyre több ilyen lesz, akkor az majd olyan vezetőt fog generálni, vagy olyan irányba irányítja a vezetőket, hogy nem ezzel fognak játszani. Mert az az igazság, hogy azért játszanak egyébként a haragpolitikával, a fideszesek is, és a másik oldal is, mert megvan rá bennetek a készség, és könnyen kinyílik ez. Ez nem az ő szégyenük elsősorban. Ők csak szörföznek a hullámon, érted? Mert egyébként, hogyha így van, én ezt frankon kimondom, igen. A Fidesznek is, mit tudom én, bocsánatot kéne kérni, mert ők is kezdték el a haragpolitikát. Lehet, hogy most már visszább vesznek belőle egyébként, de ők is kezdték el. A kokárdától kezdve kiszorították a nemzetbe az embereket, ez haragot szült, és megszületett a másik harag. De ők tudták, hogy ezzel mit fognak elérni. És azért tudták megcsinálni, mert volt rá készség. Hát én megtapasztaltam mindenhonnan. Én amit most tőletek kapom a békéért, azt annól, mikor a szoborfej dolog volt, akkor kaptam, akkor a gyerekem halálát kívánták a másik oldalról keresztény konzervatív emberek. Én láttam ezt minden oldalról. És ezért mondom, mikor nekem mondjátok, hogy hova állok, meg hova nem állok, meg napraforgó, én milyen napraforgó? Ez kinek vagyok napraforgója, bazzeg? Nem kapok én senkitől semmit. Miről? Ez nem napraforgó. Én megmutatom a világot nektek úgy, ahogy van. Nézzetek bele a tükörbe. Képesek vagytok feldolgozni, hogy a másik másképp gondolja. Nem kell meg... Tehát én például nem haragszom senkire meg azért, mert másképp gondol valamit. Ha Cutor Zoli lemondta ezt a beszélgetést, tudjátok, mit éreztem? Őszintén együtt éreztem vele, hogy az ő lelke háborúban van, hogy fájdalomban van, hogy beszél bizonyos fajta értékrendszerről, amit állítólag képvisel, és a dühe miatt nem képes annak megfelelni, amiről beszél. És elolvastam, amit utána kiírt az oldalára, a posztjába, és elolvastam alatt a kommentelőit, és azok iránt is csak azt néztem, hogy mikben vannak ezek az emberek. Hát állítólag ők a jó fiúk, és a jó fiúk ezt mondják, ez a Luke Skywalker-ségük. Ez nem a Luke Skywalker, ez nem a Yoda mester. Ez ugyan birodalmi rohamosztagos, mint aminek a másikat képzeli. Hörög egy másik emberre. Holott kezet nyújtani, az a legnagyobb erő. Gyerekek, és én erős tudok beszélni, mert én ültem a saját nagyapám gyilkosa mögött. Én ültem a saját nagyapám gyilkosa mögött, beültem mögé a tárgyalásra, és olyat éreztem először, mert akkor még másképp gondolkodtam, hogyha tehetném, egy féltéklával beszakítanám az agyát. És akkor még nem voltam Buddha törekvő ám, de valami készség már akkor is pislákolhatott bennem, vagy mindig is ott lehetett. Csak azért mondom, mert mikor nekem sokszor magyaráztuk, és nem vagyok senki, nem vagy, nem is számít, hogy dópmen vagyok, az se lényeges, le van szarva, nem érdekes senkit. Csak ez ne az énségemnek a lényeg, csak engem megpróbált az élet. Többször is, értitek? Tehát én találkoztam szemtől szembe
a nagyszüleim gyilkosával. Oké? Okay? Az én húgomat az anyám hasába az orvosok szó szerint tulajdonképpen megölték. Tehát olyan veszteségeket és olyan dolgokat éltem át az életbe, ilyen emberi kapcsolatok szintjén is, meg minden, felépített birodalmaim omlottak össze. Tehát értitek? Tehát nem úgy mondom nektek, hogy jaj, ez könnyen beszél, hát erről dumálni könnyű. De én ezeket átéltem. És mikor ültem a nagyszüleim gyilkosa mögött, és mondom, még másképp voltam ezzel, tehát ugye elmondták az embernek az életét. És nyilván abban voltam, hogy ezt a palit nem szabad az emberek közé visszaengedni, mert annyira démoni karmát cipel magába, amivel csak másokat ölni, bántani fog világ életébe, ha csak valaki meg nem állítja. De ettől függetlenül, mikor hallottam, hogy honnan jön, milyen közegbe, hogy kellett neki felnőni, hogy ott mi volt köztük, ahol ő fölnőtt, megszületett bennem az együttérzés. Már nem tudtam rá haragudni. Olyan módon, érted? Tehát magát, a tettét, hogy ezt tette a nagyszüleimmel, ez nyilván nagyon helytelen cselekedetnek és ostoba tettnek gondoltam. De ettől függetlenül, amivel rengeteg fájdalmat és szenvedést okozott egyéb szeretteimnek és nekem is, de ettől függetlenül mégsem maradtam érintetlen a sorsától. Tehát megértettem, hogy valahonnan jött ez a démon, ami benne felébredt. Mert a démon az mindig ott van bennünk, értitek? Az nem kívülről száll meg, az mikor megírod ezeket a kommenteket, a démon felébred. Te magad vagy a démon is. Te vagy az angyalnak a lehetősége. Te vagy az Isten lehetősége. Te vagy a megértés lehetősége. Tehát ez az, ami nagyon fontos, hogy óvatosan kell ám beszélgetni mindig az élettel kapcsolatban, meg ezeket a nagy kijelentéseket tenni, meg nyilatkozni háború szituációkról, mert továbbra is azt tartom, hogy amit egy átlag ember kívánhat, az nem más, mint egy mielőbbi fegyvernyugvás, béketárgyalás, fegyverszünet, stb. És egy megoldás az emberiségnek az érdekébe. Ezt továbbra is tartom. És tudjátok mit? Én egyáltalán nem kívánom, hogy megbukjon az Orbán, és most nem azért, ami én meg szoktam dicsérni, mert van miért dicsérni, van miért megkérdőjelezni. Nyilvánvaló. De jelen pillanatban nincs más vezető, aki átvehetni a helyét. Ha pedig eljön egy helyzet, amiben átveszik a helyét, ezek az ellenfelei a számunkra, minden magyar számára egy nagyon szomorú helyzet lenne, mert akkor az ország olyan irányíthatatlan, kontrollálhatatlan helyzetbe kerülne, amiben ugye nem tudnák megoldani a helyzetet, hogy mi van. De hogyha később, én azt mondom, hogy az Orbán bukásának is lenne értelme. Komolyan. Tudjátok, mi lenne az egyetlen értelme? Hogyha azok az emberek, akik így hörögnek, meg gyűlölködnek, meg jönnek elő a nagy sztoriaikkal, hogy ott így van, meg itt, meg így, és ez, meg az, meg jönnek ez a nagy, hogy itt milyen szar, meg olyan szar, meg... Tehát, ha az Orbán bukásának következtébe ők a pillanatnyi katarzis után egy sokkal jobb élethelyzetbe kerülnének, és megjavulna az élethelyzetük, és nem lenne az, hogy a 4 év múlva, amikor jön a következő választás, akkor egy másik politikuson hörögnének, és annak a korrupciójára haragudnának, és azért dühöngenének, mert ők megint vesztesek, mert ők mindig vesztesek, és nem keresik meg magukba az okot, hogy miért vesztesek. Ha ez nem így lenne, akkor azt mondja, hogy van értelme. Akkor tényleg, de ez nem így lesz. Tehát az a baj, hogyha vesztesnek érzed magad, akkor valamit, bassza meg, nem jól csináltál. Nem jól csináltál.
És azért mondom, hogy akkor van értelme. Minden váltásnak akkor van értelme, ha számodra tud valami helyzetet hozni. Csak az a baj, hogy aki itt kommenteket tud írni. Ebben a világban erre van ideje, hogy az életét itt oldja meg a kommentek formájában azáltal, hogy valakit utál, annak nem lesz megoldás. Pedig gyerekek, egyet el tudok mondani, megint csak a saját családi tapasztalataim alapján, hogy akinek megvan minden keze, minden lába, és a döntési képességnek a birtokában van, annak minden problémája át probléma. És akkor mielőtt befejezném, még ugye a NATO jön, mert itt, hogy a NATO, hogy hogy lenne háború, meg minden, meg hogy a NATO, meg a fegyverszállítás van. Na, a NATO-val is a következő probléma. Tehát ezt meg jó elmondta az évértékelőben, és erre érdemes odafigyelni, de ezt meg megint tőle függetlenül is tartom. Tehát ez egy pragmatikus látásmód, oké? Okay? Nem Orbán szopás, de felőlem lehet az is. Tehát a NATO egy védelmi szervezet. Magyarán nem hivatása háborút viselni. Csak abban az esetben, hogyha NATO tag országot megtámadnak. Ezért van az a kitétel is, ami alapján Ukrajna nem lehet a NATO tagja, mert Ukrajna háborút vív. Magyarán, hogyha háborút vív Ukrajna és háborúban álló országot vesznek be a NATO-ba, mint védelmi szervezetbe, abban a pillanatban azonnal a háborús helyzetbe keveredik az egész NATO. Oké? Okay? Ukrajnától Magyarországon át, Lengyelország, Németország, Amerika, mindenki. Na most, amikor egy atomhatalommal szemben egy ilyen háborús helyzet ugye kialakul, akkor abban a pillanatban ugye vagy megadja magát Oroszország, vagy ellövi az atomot. És akkor abból látjuk, hogy mi van. Tehát ezért nem vesznek föl alapvetően se háborúba álló országot, mert ha háborúba álló országból NATO tag lesz, ugye mindenki azon a háborúba keveredik. Tehát ez nagyon fontos. És a NATO védelmi szervezet, elviekben, persze ez nem így van, nem hódító szervezet, tehát nem feladata, hogy másokat leigázzon, megtámadjon, stb. Ezért szokta ezt úgy megtenni, hogy mindenféle kamu indokokra hivatkozva megy demokráciát exportálni valahová. Tehát kitalálja, hogy megtámadták. Mit tudom, mint a két toronynál, amikor érted, lerobbant a két torony, tehát fölment négy ilyen izé, ilyen terrorista, ezekkel a kihegyezett fésükkel, érted? És be tudott repülni az Amerikai Egyesült Államok légterébe, be tudott repülni, anélkül, hogy kommunikált volna a hatóságokkal, nem lőtték le a gépet, és hagyták, és be tudott szállni a World Trade Centerbe. Szóval azért kicsit fura, maradjunk annyiba, de ez pont elég volt ahhoz, hogy kimondjuk, hogy hát megtámadták az országunkat. Ugye nem tudjuk ki, de háborút indítunk, és gyorsan lerohanjuk Afganisztán, meg mit tudom. Tehát ugyanez volt ugye a biológiai fegyverek Irakban, meg mit, tehát vágjuk, hogy mi van, de hát a NATO így megy védelmi háborúkat folytatni, de ez most félre a lényeg. A lényeg, hogy védelmi szervezet. Tehát ezért nem vesznek be háborúskodó országot, oké? Okay? Bár most lehet kivételt tesznek, és akkor automatikusan harmadik világháború van tulajdonképpen. És ami nagyon fontos, hogy mi is a NATO szerepe, és miért problémás a fegyverszállítás egyébként NATO tagországok részéről. Ugye, amit most még az oroszok szem előtt tartanak, mert e fölött a szint fölött is zajlik szerintem ez az összjáték, amiről beszéltem, csak mindig veszély van abban, hogy elszabadul a pokol, mert mikor Pandora szerencét nyitogatod, nem tudod, mi jön elő belőle. És az emberi tudat, az ego, az bármikor elszabadulhat úgy, ahogy tré van, értitek? Na most, ami a lényeg, hogy a NATO feladata az a következő egy ilyen helyzetben. Tehát a NATO nem fegyvert szállít, nem katonát ad, hanem a NATO országokat, mint Magyarország, Lengyelország, balti államok, stb. Az ő biztonságukat megerősíti, tehát adott esetben oda csapatokat helyez, illetve ezt kommunikálja és nyomatékosítja,
hogy a háború sem ukrán irányból, tehát nincs olyan, hogy átlövöldözgetünk Lengyelországba rakétákat, ukrán rakétát, aztán kitaláljuk, hogy véletlen ment délután, először meg azt hazudjuk, hogy orosz, hanem mindkét háborúzó felet értesítjük róla, hogy a NATO készültségben van, és nem tűri el, hogy a területén bármilyen harci cselekmény történjen, vagy pedig bármilyen atrocitás érje a NATO országait. Stim. Ennyi a NATO-nak a dolga. Ennyi. Se több, se kevesebb. A NATO-nak a formája szerint. Na most, ha egy NATO ország, bármelyik, és ezt több is csinálja, fegyvereket szállítgat Ukrajnába, üzleti érdekből. Na most ott az van, hogy ugye ez azért veszélyes, mert ha a másiknál elpattan a húr, ahogy a Dolly-ról énekli, akkor adott esetben az a fegyvert szállító országgal szemben erőszakot gyakorol az egyik háborús fél, akivel szemben mondjuk a fegyvert szállítják, és kialakul egy harci cselekmény. Csak ezt most így a háború pártiaknak mondom, a warmongereknek, így próbálom ilyen plasztikusan át, a legközelebb Puzsé Robi is belefoglalja a beszélgetésébe. Tehát az a lényeg, hogy akkor bassza meg, az egész NATO bele van rángatva a háborúba. De szerencsére a NATO is képes ezt figyelmen kívül hagyni, mert például amikor a Lengyelországban belőttek az ukránok rakétát, nem véletlen ám, tehát nehogy azt higgyétek, hogy véletlen ment be. Tehát ugye ez például az egyik baj, hogy a NATO meg a Biden azt hiszi, hogy kontrollálgathatja Zelenszkijt. Csak nem érti, mint ahogy az oroszokat se ismerik, az ukránokat se ismerik. És azokat nem fogják csicskítani úgy, ahogy ők gondolják. Lehet, hogy egy darabig így jó, de látjátok, mindig bepróbálkozik. Tehát az a lényeg, hogy belőnek a lengyelekhez, és akkor ugye, ha azt hitték volna, hogy orosz rakéta, akkor azonnal az egész NATO hadba áll. Csak ugye rájöttek, hogy hogy ukrán rakéta, és ukrán rakéta volt, így nem került hadba a NATO. Pedig ez ukrán támadásnak minősül egy NATO ország ellen, és tulajdonképpen az történhetett volna, mint Lengyelországgal a Molotov-Ribbentrop paktumnak az idején, mikor az egyik országról a németek mentek egyik oldalra, a másikra meg az oroszok. Vágenzi? Tehát az is történhetett volna, az a szándék, hogy egyik oldalról izék, lefejezik Ukrajnát, a másikra meg az oroszok, és a végén megállnak, mert a NATO-t megtámadták. Tehát ezt kell tudni, hogy a NATO-nak ennyi a szerepe. És ezért veszélyes, hogy NATO országok fegyvereket szállítanak, hogy a nyugat fegyvereket szállít. Mert ha elpattan egy húr, és az orosz, mert most még figyelembe veszik az oroszok, ezek se hülyék, mert ugye ezek a nagyhatalmi játékban, ezek elsősorban a pénzkeresést csinálják. Tehát itt megy a fegyverbiznisz, a gyógyszerbiznisz most már, az energiabiznisz, értitek? Mindenki szanaszét keresi magát, ez a sok hülye meg itt rajong, meg szurkol, bazd meg. Tehát ez a kemény. És ami a lényege, hogy innentől kezdve nem a NATO-é a szent feladat, hogy a békébe közvetítse, meg közbejárjon, hanem az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete, tehát ott kell összehozni a tárgyaló feleket, és elérni, hogy fegyvernyugvás legyen. Ez az emberiség egyetlen érdeke. És a megegyezés, a konszenzus, az a kelet és nyugat megegyezésén alapul, értitek? És ezért mondom, hogy keleteztek meg nyugatoztok. Itt van például az aksi gyár. Az aksi gyár is, bassza meg, azért van aksi gyár, azért jön ide a keleti gyár, mert a nyugat üzletpolitikájának eredményeként települ ide. Hát ha az lenne a nyugat üzletpolitikája, hogy tökéletesítsék a robbanó motoros autókat, vagy hidrogénüzemmódú autók legyenek, akkor olyat kéne itt építeni, de itt például, hogy lássátok majd mennyire képmutató farizeus az egész. Tehát a nyugat a klímavédelemnek a képébe az elektromos autózást így vezeti be, amihez akkumulátor kell, közelről, nem Kínából, meg nem Koreából, mert a Mercedesben, meg a
BMW-be a megfelelő árképzést úgy tudják megcsinálni, hogyha viszonylagosan közelről jön a motornak számító akkumulátor az összeszerelő üzembe, ahol az autót összerakják Németországba, és ahonnan kigurul, értitek? Tehát tulajdonképpen Magyarország kezébe kerül európai autógyártásnak a motorgyártása idézőjelbe véve. Na most lehet, hogy ez környezetszennyező, ezzel kapcsolatban is vannak újabb információk, hogy valójában milyen vizet használnak. Azt is érdemes ellenőrizni, hogy abban mennyi igaz. Mennyi igaz a kormány kommunikációjából, mennyi igaz a másikból, való félúton lesz az igazság. Nincsen környezetbarátgyár. De ami a lényeg, hogy ez a nyugati környezetbarát politikának az eredménye az akkumulátorgyár. Tehát mikor a háborúpárti akkumulátor gyár előtt tüntető ember őrjöng az Orbánékra, hogy idehozzák az akkumulátorgyárt, amitől Magyarország egyébként újra méretéhez és helyzetéhez képest stratégiailag erős szerephez jut az Európai Unióban, már az fönnmarad egyáltalán még sokáig. Tehát azt elfelejti, hogy ez a helyzet pont annak a nyugatnak köszönhető, akinek ő őrülten szurkol, hogy a fegyvereit szállítsák Ukrajnába. Tehát azért tessék már összefüggéseket meglátni a világba, és nem csak vakon üvöltözni mindig, és mond a másikra, hogy egy rohadt geci. Még akkor is a D1G. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer ne felejtsétek el, én ettől lettem ilyen okos, www.zenerge.hu. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogyha megosztásra érdemesnek találjátok ezt a videót, akkor osszátok meg. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg mindenkinek köszönet. Annak is, aki haragszik, annak is, aki szeret, mindannyian a mestereim vagytok. Csumicsá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!